Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Folytatni fogjuk a Rangernek a megismerését. Miért mondom, hogy megismerését? Azért, mert meg fogjuk ismerni, de csak az alapokat. Én nem tudok idő, hozzáértés és egyéb miatt egy teljes gépkönyvet felolvasni, mindent megmutatni. Itt ténylegesen nagyon fontos az, hogy mindenképp öntevékenyen tanuljunk, és figyeljünk oda minden kis nüanszra, amit leírnak, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent tud ez az eszköz, de csak akkor tudod kihasználni, hogyha folyamatosan megtapasztalod, kipróbálod ezeket a lehetőségeket. Azaz, jelen pillanatban, mikor ezt a videót nézed, ne azt csináld, hogy leülsz és végignézed, és utána azt hiszed, hogy hű, most aztán értesz hozzá, legalábbis az alap fájkezelési műveleteket meg tudod csinálni, hanem vedd elő a Rangert, és készítsél egy olyan fáj struktúrát, amilyet én itt most bemutatok. Három könyvtárban van pár fáj, avval fogunk ide-oda másolgatni, törölgetni, azaz ne az éles fáj rendszeredből törölgessél valamit, mert itt valóban úgy működnek a dolgok, hogy egy gomb lenyomása után törlődnek a fájlok, hogyha esetleg azt csinálod, bár azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon intelligensen állították össze, hiszen egy törlés előtt, ha többet szeretné törölni, vagy másolni, vagy egyéb, ő rá fog kérdezni, és jellemzően nem úgy működnek, hogy egy gombot megnyomsz, és azonnal valami történik, jellemzően kettő vagy három gomb lenyomása után végzi el a feladatot, azaz ilyen struktúrált parancsok vannak, mint ahogy az előbb bemutattam a múltkori videóban, bemutattam azt, hogy a file berendezések sorrendiségének rendezése, az bizony úgy működik, hogy megnyomod az O gombot, és utána kiválasztasz, vagy fejből tudsz még egy betűt, hogy azt a berendezést, azt a sorrendiséget beállítsd a törlésnél, meg egyébnél is úgy vannak beállítva a dolgok, nem mindenhol, mert ahogy mondtam, a Norton Commander szerű billentyű kombinációk, tehát az F1, F9, F10-es távolságú gombokat is bekötötték, ott pedig egyet kell megnyomni a törléshez, F8, és akkor törlés megtörténik, azaz ilyen is van, de jellemzően törlésnél, másolásnál, beillesztésnél kettő betűt kell egymás után leütni, hogy elvégezze ezt a műveletet, illetve sok esetben megerősítést is a Yes gomb lenyomásával, Y lenyomásával meg kell erősíteni a komolyabb műveletet. Ezeket le tudod tiltani, ezeket ki tudod ebből szedni, de én azt javaslom, hogy az első időben, meg még haladó korodban is, hagyd meg azt, hogy két gomb DD lenyomása legyen a törlés, mert bizony, ha véletlenül rátenyerelsz a D betűre, és kérdést, ellenőrzést letiltottad, akkor bizony kitörlődik, és alapesetben a DD-s törlés, az bizony végleges törlés jelent, nem a trashba, a szemetesbe fogja beledobni a fájlodat. Arra is van lehetőség, természetesen én azt kevésbé szoktam használni. Oké, nézzük is meg, hogy mi az, ami a mai napra rendeltetett, de előtte szeretnék egy-két dolgot elmondani, egy dolgot. Az előző videóban beszélgettem sok mindenről, olyan össze-vissza dolgokról, hogyan, miképp működik, mik azok az oszlopok, éppen a navigálást is megbeszéltük, meg konfiguráltuk. Megkérdezte egy hallgató, hogy miért nem ezzel, tehát a mai gondolattal, az alapműveletekkel kezdtem a videókat, és utána jutottam el a beállításokig. Azért nem, mert szeretném, hogy átlásd, hogy ez nem egy csili-vili grafikus felületű dolog, ami hát, hogy rögtön ismered, meg nem is kell beállítani, alapbeállítások vannak, megszokott dolgok vannak, és úgy működik, mint a 100-ból 101 forma. Ez egy unikális, eléggé furcsa, és a megszokottól eltérő. Nyilvánvalóan, ha valaki grafikus felületről érkezik, és az ottani kétpanelos vagy intézőszerű dolgokat ismeri, annak nagyon-nagyon furcsa lesz. Nyilván, hogyha valaki VIFM-et, vagy esetleg az NNN-t, vagy hasonló készülékeket már ismeri, annak egy kicsit kényelmesebb, ismertebb lesz, de lényeg az, arra szeretnék mindenképp rámutatni, hogy ez nagyon-nagyon más, más gondolkodást kíván, más elképzelést kíván, más módszereket kíván, és itt valóban a konfigurálása, a beállítása, annak a jósága, hogy te hogyan állítod be, bár az alapbeállítás nagyon jó, hogyan állítod be azt az extra funkciókat, amiket el tudsz érni, és úgy állítod be, hogy az neked jó legyen, az adja az előnyét.
hogy nem egy grafikus felületet használunk, ahol esetleg azt lehet beállítani, hogy milyen ikon jelenjen meg, meg esetleg egy-két gyors billentyűt hozzá lehet rendelni egy-két felülethez. Na, maradjunk annyiba, hogy azért ez egy komolyabb, összetettebb dolog, és szerettem volna rámutatni, hogy ott a konfigurációs fájlba még egy kép megjelenítése, előnézeti megjelenítése is, hát bizony egy kis munkával jár. Oké? Tehát vegyük észre. Ez nem egy olyan grafikus felületű cucc, ami hát bizony készen megkapod, aztán hát minden a legjobban be van állítva a fejlesztő számára, és nem neked. Itt azért egy kicsit oda is kell figyelni. Oké, alapvető információkat szeretnék megosztani mindenkivel. Mi az, ami fontos számunkra? Ez bizony billentyű kombinációkkal és egyéb parancsokkal működik. Ez nem jelent számunkra gondot, mert ezeket a parancsokat már ismered. Legalábbis tudod, hogy hol kell utána nézni. Első körben a Ranger saját oldalát olvasd el, mindenképp legalább kétszer, mert fontos infokat osztanak meg, egy-két tippet, trükköt megosztanak. Ha ezen túl vagy, akkor már nekiállhatsz dolgozni, és ami nagyon fontos, minden billentyű kombinációt el fogsz tudni érni a saját konfigurációs beállításodban. Azaz, ha valamit nem tudsz, mi hogyan működik, ott meg tudod nézni. Múlt alkalommal ott lapozgattunk a konfigurációs fájlba, hát tegyük is meg. Nézzük is meg, hogy hogyan és miképp tudunk a leggyorsabban, nem a leggyorsabban, hanem a leghatékonyabban, esetleg inkább így mondom, a pontos beállításokat, a pontos billentyű kombinációkat megnézni. A legegyszerűbb természetesen az, hogy oda megyünk és megnézzük. Azért mondom a konfigurációs fájl megnézését, és nem a helpekkel kezdtem, a manuálokkal kezdtem, mert hogyha te valamit változtatsz, mint például én a DD-t, tehát a törlés-törlés parancsot megváltoztattam, két kis D beütése után történik meg a törlés, és nem úgy, mint az alapértelmezett kis D, nagy D a törlési parancs, mert nekem így kényelmes, de hiába olvasnék el 50 darab manuált ahhoz, hogy mi a törlés, hogyha már megváltoztattam, vagy esetleg másnak a konfigurációs állományát másoltad be, akkor is jobb, hogyha azt megnézed, és nem a manuált. Természetesen a manuálokat is meg kell nézni, és el kell olvasni. Na hát, megkeresik a konfigurációs állományt, nyilvánvalóan jellemzően keresik inkább a konfigurációs könyvtárba, és keressük meg mit? Hát természetesen a Rangernek a könyvtárát, bemegyünk és oda megyünk RC.conf. A másik oldalon, ha így van beállítva, természetesen megjelenik a beállítási állomány, és lapozgatunk, hát körülbelül ugye a fele alatti részbe lesz szépen görgővel. Természetesen tekerem, lefele a szettek után jönnek, a beállítások után jönnek azok az állományok, azok a beállítások, amik például az aliasokat, azaz gyors billentyű beállításokat tartalmazza, látható, elég sok aliaszt összeszedtek, te is tudsz készíteni, illetve jönnek a map föliratú dolgok, map, Q, quit, áll, lépj ki az összesből, kis Q, quit, lépj ki. Na, hát azt hiszem, ezt nem kell nagyon magyarázni, R, újra, töltés, F, ez, és egyéb dolgokat meg tudsz találni, azaz itt találod meg azokat a beállításokat, amivel ténylegesen működik a te állományod. Ez a legfontosabb. Azaz, ha fut a Ranger, akkor természetesen már van egy konfigurációs állományod, és nem létezik, hogy ne találd meg a billentyű kombinációt. A másik, természetesen, amit már mutattam, az automata sugó. Hát megjegyeztem, hogy a rendezés, fájlok, könyvtárok rendezése, az bizony az O betűvel kezdődik. 8-10 ilyen betű van, érdemes megjegyezni, kijegyzetelni, és utána már nem jelent gondot, lenyomom az O betűt, és kérja a helpet, és utána ki tudom választani, hogy sorrendiséget szeretnék, ezt kell el is tüntetem, mert most ezt nem. A következő gondolat, ami nagyon-nagyon fontos, egyértelmű. Itt is meg tudod hívni a hivatalos manuálokat, helpeket, meg egyebeket, ami nagyon szépen le vannak írva, hol természetesen le van írva az oldalukon, hogy melyik betűvel mit hívunk elő.
Gyakorlatilag a kérdőjel beütése után megkapjuk a help helpjét, azaz, hogyha az M betűt nyomom meg a manpage-et kapom, a K betűvel kapjuk meg a billentyűparancsokat, a kommandokat, a parancsok leírását, azokat a C betűvel és a beállítás az S betűvel tudjuk megtenni, azaz nem jelenthet itt senkinek semmi gondot, hogy a manuált meghívja, beütjük az M betűt, megkaptuk a manuált. A következő gondolat az, ami itt nagyon fontos, akár ezt használjátok, VIFM-et, akármit, NN-t, vagy egyéb bármelyik ilyen fájkezelő, egyre figyeljetek, ezek mindent kiírnak. Mindig megadják neked a helpet, azaz, a legnagyobb ellen érve, hogy úgy mondjam, ezek ellen, hogy jaj, mondjuk a VIM-ből nem tudunk kilépni. VIM ennek a szerkesztője, és az egy elterjedt a VIM szerkesztő. Én is írtam róla pár gondolatot, érdemes megtanulni. Nem tudok belőle kilépni. A fenét, amikor belépsz, a legtöbb ilyen program kiírja, vagy jobb, hogyha megjegyzed, hogy hogyan tudsz kilépni, mit tudsz csinálni. Ide van írva, hogy Q, ezt jegyezd meg, a Q betűt leütött, ki tudsz léptetni, ki is léptünk, ennyi. A Ranger bezárása, ha esetleg a szerkesztőd a VIM, abból való kilépés, mesztelen kilépés, tehát szerkesztés nélküli kilépés, kettős pont és a Q betű leütése. Ennyi, jegyezd meg. Tehát ha nem lesz itt ezzel probléma, a Ranger is elvárja azt, hogy ne becsapd a terminált alulla, hanem légy szíves már a Q betűvel, kettős pont Q betűvel kilépni, mert az a legbiztosabb. Oké, na, már a helpeket megismertük, örülünk neki, hogy annyi információnk van, hogy azt feldolgozni nem lehet. Ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Általában azt tanultuk, legalábbis az én időmben, ez mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt az iskolába, hogy magolni kell. Az volt a jó gyerek, aki fölmondta egy az egybe a tankönyvet, az, hogy értette, tudja használni, vagy nem tudja használni, azt senkit nem érdekelt. Itt ez nem járható út. Sehol se járható út, természetesen azon kívül, hogyha megtanulsz egy szöveget, egy verset, vagy egy akármi ilyesmit, az nem járható út. Magolni fölösleges, teljesen fölösleges 50-szer elolvasni a manuált, és akkor örülni, hogy te aztán sok mindent tudsz. Nem. Szerintem az a járható út, hogy az alapokat elolvasod, begyakorlod és használod. És amikor belefutsz egy olyan gondolatba, hogy hát még ezt szeretném megcsinálni, akkor annak utána nézze. Azt nagyjából már átláttad, hogy mit tud egy ilyen rendszer, ha a manuált vagy a honlapját elolvastad, azokat a leírásokat. Nagyjából el tudod képzelni, hogy tudsz saját parancsot csinálni, tudsz futtatni shell parancsokat, a shell-t különböző módon tudod meghívni, tehát az alapokat tudod, a lehetőségek paramétereit nagyjából tudod, és használod, és amikor használod, belefutsz abba, hogy hát jó lenne valamit csinálni vele, akkor annak utána nézel, azaz nem bemagolod az összes billentyű parancsot, és utána nagyon jó lesz, hanem használod. Tehát a használat az nagyon egyszerű, használni kell. Azaz el kell dönteni, hogy mától kezdve te a terminálos feladatokat, a fájkezelő feladatokat a Rangerrel fogod elvégezni. Nem mással, csak a Rangerrel. És hogyha belefutsz olyasmibe, ami nem megy, akkor, ha gyorsan kell, átváltasz a régi, eddig használt eszközre. Jó, oké. Akkor álljunk is neki a feladatoknak. Itt is nagyon fontos, be kell gyakorolni. Én azt csináltam, hogy létrehoztam egy tesztkönyvtárat, abba fogunk dolgozni, hogy nehogy véletlenül olyasmit töröljünk ki, ami számomra fontos, könnyű hibázni. Azaz, mi az első feladat, amit általában elszoktak az emberek végezni, a törlés. Itt ebbe a könyvtárba van 3 darab C1, C3, C5 nevű fájl. Ezeket szeretnénk kitörölni. Az első gondolat az, hogy oda megyünk a fájlhoz, és ha egyet akarok kitörölni, akkor is kijelölöm. Ezt szokjuk meg. Így biztosan nem fogunk hibázni, mert a rendszer tudni fogja, hogy a törlés az arra a fájlra vonatkozik, és nem másra.
Erre nagyon figyeljünk, nehogy véletlenül itt nyomogatunk akármit, és kikapcsoljuk a biztonsági védelmeket, és utána valami fontosat kitörünk. Azaz, gyakorlatilag a C1-eset ki tudjuk jelölni, mivel a space-el látható egy picit beljebb ugrott, megsárgult, és itt is lehet látni lent az, hogy hát bizony MRK ki van jelölve ebben a könyvtárban. Átmegyek egy másik könyvtárba, belépek, ott nincs kijelölés, nincs MRK jelzés. Ahogy visszalépek ebbe, azonnal itt jelzi, hogy bizony-bizony itt van-e egy kijelölt fájlod. Erre jobb lesz, hogyha figyelsz, hiszen hogyha valamilyen feladatot ellátsz, abban a pillanatban ezzel fogja próbálkozni a feladat ellátását, hiszen egy listába összegyűjti a fájlokat, amiket kijelöltél, és úgy gondolja, hogy azokkal szeretnéd a műveletet elvégezni, azaz a C1-eset kitöröljük. Nyilván beszéltünk arról, hogy a megszokott Norton Commander klónokban, hát bizony megszokott dolgokat is beleépítették az F8 törlés billentyű kombinációt is. Megnyomod az F8-at, kírja, hogy delete, és utána Enter megkérdezi, hogy valóban szeretnéd, igen, valóban szeretnéd, és láthatóan nem a C-könyvtárat törölte ki, hanem a kijelölt állományt. Hogyan tudunk több fájt egyszerre törölni? A C3-at, C5-öt kijelöltük, mind a kettő bejebb ugrott, és ki szeretném törölni. Nem csak az F8-assal, hanem a D betűvel tudunk törölni, D és előugrik a segítség, ha gyorsan ütöd, akkor nem, de gyakorlatilag olyan gyorsan nem tudok én dolgozni, hogy ő ne akarjon nekem segíteni. Kírja, hogy a nagy D betű leütésével tudunk törölni. Itt van szépen a trashbe, a szemetesbe a T betűvel tudjuk beletenni, meg különböző egyéb dolgokat is el tudunk végezni, de jelen pillanatban véglegesen törölni akarunk, Shift D, és megint kírja, hogy delete, és enter, és valóban konfirmálja, ellenőrzi, és yes. Nyilvánvalóan úgy is tudunk törölni, hogy megnyomjuk a kettős gombot, és delete begépeljük, akkor a kijelölt, vagy ahol a kurzor, illetve vonal van, az fog törölni, delete, leengedélyezzük, és el is fogja törölni. Azaz ugyanazt a parancsot hívjuk meg különböző egyéb gombokkal, vagy ide a terminál vonalba, parancsvonalba be is gépelhetjük. Kettős pont és a parancs neve fogja adni. Azt hiszem a törlés ennyire egyszerű, könyvtárakat is így fogunk tudni törölni, ami viszonylag egyszerű dolog, tehát gyakorlatilag mit kell tudni? F8, D, nagy D, törlés. Ami ki van jelölve, ha nincs kijelölve, akkor természetesen ahol a vonalunk van, az fog törlődni. A másik ilyen feladatunk micsoda? Hát természetesen a másolás. A másolás hasonlóképpen nagyon egyszerű, rámegyünk, amit ki szeretnénk másolni, amit át szeretnénk másolni. Itt az összes páratlan számmal rendelkezőt szeretném átmásolni a másik könyvtárba. C1, C3, C5 ki van jelölve. A kijelölés után nem a C, C vagy hasonló parancsot adunk ki, hanem az Y, a vágólap agyába való másolást jánkot jelent, azaz ilyen kis ugrás van itt a logikában, de ez így alakult ki, a VIM-ben is ezt használják, itt is ezt használják, azaz Y, a másolás, sima másolás arra a tárolóba, pufferbe ennek a nevének a belemásolása, hogy bizony ebben valamit kell csinálni. Na hát menjünk is oda, ahol szeretnénk elhelyezni, ide a főkönyvtárba berakjuk, PP, ennyi, PP, és beraktuk a könyvtárunkba, látható. Itt is van, visszamegyünk a C-be, ott is megvannak. Az ilyen fájkezelőknek nagy előnye az, hogy professzionális feladatok ellátására is alkalmatos. Most gondoljunk bele, hogyha az ABC könyvtárból szeretnénk megfelelő fájlokat kimásolni, akkor természetesen hogyan tennénk meg az grafikus, hát programmal. Belépünk az A-ba, kijelöljük, amit másolunk, átmásoljuk a másik panelba. Belépünk a B-be, kijelöljük, átmásoljuk. Utána belépünk a C-be, kijelöljük, átmásoljuk. A Ranger nem így gondolkodik. Azt mondja, hogy neki teljesen mindegy.
Ő egy listába össze tudja szedni azt, amit másolni, mozgatni szeretnénk, amelyiket szeretnénk, azt végzi el. Hát bizony, akkor minek kell lesz kibe lépkedni? Nem egyszerűbb, hogyha összegyűjti az ember egy listába az egészet, hozzáadogatjuk a listához, amit szeretnénk másolni, és utána hát egy művelettel, egy lépcsővel ezt a feladatot ellátjuk. Nézzük is meg, hogyan történik. Az A-ból szeretném az első hármat, J és a D. Ott van a második sorba, hogy ad, hozzáad. Oké, menjünk a B-be, a B1, B3, B5-öt szeretnénk, Yang és ad, hozzáad. C-ből legyen mind jó, mert hát gazdagok vagyunk, szeretnénk hozzáadni a listához, Y és A, és oda megyünk, ahol szeretnénk bemásolni. Oké, most ne ebbe az alkönyvtárba, illetve ebbe a könyvtárba másoljunk, hozzunk létre egy könyvtárat, hát ezt is meg tudjuk csinálni, kettős pont, és MK DIR parancsot kiadjuk, és odaírjuk, hogy legyen egy ASD könyvtárunk. Oké, sikerült is létrehozni, és az üres, és PP-vel berakjuk. Megjelent A1, 2, 3, B1, 3, 5, C összes. Szuper, nem? Ennyire egyszerű. Igen ám, előfordulhat olyan dolog, hogy hát nem 6 darab, vagy 10 darab, vagy 20 darab fáj, vagy könyvtár van egy listába, hanem több száz. Előfordult velem olyan, illetve folyamatosan dolgozok egy olyan projekten, ahol 5000 könyvtár van. Azt hát keresgélni, ugrálni benne elég nehézkes. Nagyon sok, nagyon jól pontosítható ugori ide, ugori a 15-re, ugori a 125. könyvtára, megoldás van, de én kettőt szeretnék mutatni az ugrásba. Megnyomod a nagy G betűt, akkor az utolsó bejegyzésre. Kétszer megnyomod a kis G betűt, az első bejegyzésre fog ugorni. Ezt nagyon lehet finomítani, de gyakorlatilag, ha kettő kis G-t, vagy az egy nagy G-t megjegyzed, akkor már gyorsabban tudsz dolgozni, villámgyorsan tudsz dolgozni, a többinek meg utánaolvasol, vagy megnézed a G, azaz ugrás, go, menj oda, könyvtár szerkezetét, illetve sugószerkezetét, így bizony előre definiált helyek is vannak, tehát a média könyvtárba, a dev könyvtárba tudsz ugorni. Nyilván ezekben nem sokszor szoktunk ugrabugrálni, illetve gyakorlatilag egy felhasználó nem ezeket használja, a konfigurációs fájlba ezeket természetesen át is tudod írni, azaz nagyon-nagyon jók ezek a G betűs dolgok, jól konfigurálhatak. Oké, előre-hátra tudunk ugrabugrálni. A másolás, illetve a törlés együttesét úgy hívják, hogy mozgatás. Ez nagyon viccesen hangzik, de valóban így működik a dolog. Az egyik helyről kitöröljük, a másik helyre beillesztjük, bemásoljuk az adott fájlt. Hogyan működik ez? Én az általam használt többféle megoldás van, de az általam használt megoldást szeretem bemutatni. Menjünk is be az ASD könyvtárba, ott van olyan, hogy A betűvel kezdődő fájl, az A3-os, azt szeretném innét átmozgatni a főkönyvtárba, kijelölöm, ez az én heppem, hogy kijelöljük mindenképp azt, amivel szeretnénk dolgozni, mert általában nem egy fájlt másolunk, mozgatunk, hanem többet, és jobb, ha megszokjuk a kijelölést. Szépen látjuk, hogy megsárgult, megnyomjuk a D mint törlés, és hozzáadjuk a listához, a törlendők listájához, és fölmegyünk abba a könyvtárba, amiben szeretnénk elhelyezni az állományt, és megnyomjuk a PP-t, beillesztődött, igen, itt az A3, és megnézzük, hogy itt néd eltűnt-e az A3. Eltűnt. Szuper! Hogy te most egyet másolsz fel az agyába és illeszted be máshova, vagy 150-et összegyűjtesz és egyszerre végzed el, természetesen az a te dolgod, lényeg az számunkra, hogy a törlés parancsal, ahhoz hasonló parancsal a D betűvel intézzük el, és utána a beillesztés hasonlóan a PP parancsal el tudjuk végezni. Ennyi. Nagyon egyszerű a dolog, ha az ember megjegyzi ezeket az alap gondolatokat, nem kell izgulni, mármint úgy értem, hogy nem kell izgulni, az emberek nagy része itt elcsúszik.
de ti nem fogtok, mert a gyakorlást hasonló könyvtárszerkezettel, mint amit én csináltam, begyakoroljátok. Higgyetek el nekem, nekem is gondot jelentett, hogy most mit kell itt ütlegelni, a D, A, J, a D, A, az Y, A, az mit jelent, miért így van, miért nem úgy van, ahogy megszoktuk, hogy megnyomunk egy gombot, aztán már minden úgy történik, ahogy akarunk. Nem, itt meg kell szokni ezeket a parancsokat, be kell képelni, és odafigyelni, és azt kell beképelni, amit hát szükség van rá, és igazándiból mindig feldobja a helpet, és utána nem mondhatjuk azt, hogy nem tudtuk, hogy az mit jelent, hiszen mindig, mindenhol a segítséget megkapjuk. Azaz a gyűjtögetés nagyon-nagyon szépen működik. A következő feladat az átnevezés. Akár könyvtárat, akár fájt szeretnénk átnevezni, mind a kettő ugyanúgy működik. A legegyszerűbb módszer az, hogy megnyomod az F2-est, és oda beírja. Reném A3-at át szeretnéd nevezni, és átnevezed ugyanúgy, mint akármilyen szerkesztő programmal, és AV-re neveztem át. Nagyon eseménydús dolog volt, és leenterezzük, megtörtént. Ez a legegyszerűbb dolog. Egy fájl gyors átnevezése így működik. Ha több fájlt szeretnél átnevezni, akkor már egy kicsit trükkösebb a dolog. Keresünk egy olyan könyvtárat, amiben sok fájl van, itt ki is van jelölve egy pár, a többit is kijelöljük, nehogy valaki azt mondja, hogy részrehajló vagyok, és begépelet, kettős pont, bulk, és tabot ütsz, hogy kiegészítse. A hosszabb parancsok elejét érdemes csak megjegyezni, mert a tabbal kiegészítheted, ami nagyon kényelmes dolog. Bulk rename elindul, vagy begépelheted az egészet, és mit kaptunk? Szent Isten, mi ez az átnevezéses összevisszaság? Hát ez a világ legjobb átnevező programja. Ez a VIM. Ez egy szövegszerkesztő. De használhatsz más szövegszerkesztőt is, hogyha úgy állítod be. Azaz, megvan a fájlok neve, és szépen átnevezed. Nyilvánvalóan egy kis gyakorlat kell hozzám, a VIM az nem egy egyszerű program, összetett. Ível belépsz az insertbe, és a végére lépsz, és ide írsz egy Q betűt, vagy amit akarsz. Mindegyiknek a végére odaírunk egy Q betűt, hogy lásd, hogy az átnevezés ilyen gyors. Azért jó, azért mondtam, hogy a világ legjobb dolga, a legjobb átnevezős dolga a szövegszerkesztős átnevezés, mert hogyha ismered azt a szövegszerkesztőt, amit te használsz és beállítottál, akkor a keresés csere, ideugrunk, odaugrunk funkció ugyanúgy működik, mint egy szövegfájba. És gyorsan, villámgyorsan át tudsz nevezni bármit. Nyilvánvalóan nem grafikus dolog, és nem ide-oda írogatsz be valamit, hanem a szövegszerkesztődet kell ismerni, amit beállítottál. Alapesetben, legalábbis nálam, magyarácson, a VIM van beállítva szövegszerkesztőnek, azt átírhatod természetesen, akár véglegesen, akár ideiglenesen. Oké, átírtuk az összes fájlnevet, átírtuk, ami kell, kilépünk, ez kell az insert módból, tehát belépünk a parancs sori megoldásba, normál megoldásba, normál állapotba, beütjük, hogy kettős pont, itt lent meg is jelenik, figyeld meg, az előbb is a parancsok kettős ponttal kezdődtek, beütjük, hogy V betű, write, írt ki. Ez egy ilyen biztonsági mentésszerűséget, menet közbeni mentést jelent, nem léptetett ki bennünket. A következő gondolat, jó, oké, beírogattuk, ki is szeretnénk lépni, kettős pont, dupla V, Q. És ebben a pillanatban a dupla V, a mentsd le, write, írt ki a parancs után, a Q, quit, kilépési parancsot fogja elindítani. Igen, oppá, Szent Isten, mi történt? Mi történt, ha nem léphet ki? Vége a világnak. Na hát itt kezdődnek el azok, hogy pánikol az ember. Nem, nem kell pánikolni, kérje, hogy tesó, ez egy átnevezés, ez egy komoly dolog, nehogy már itten össze-vissza ötlegeljél mindent. Valóban ezt akarod csinálni? Igen. Még egyszer légy szíves ellenőrizni, dupla csekket végezni. Igen, 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 elvégezzük. Valóban így szeretnénk átnevezni
a B1-est B1Q-ra, és kírja, hogy az MV kötőjel VI kötőjel kötőjel C6 eredeti név, új név felállást ő el szeretné végezni. Igen, QV-vel kilépünk, és ennyi, és leenterezzük, és látható, hogy át is nevezte. Kicsit ijesztő. Nem. Nagyon ijesztő az első kettőnél, a harmadiknál, meg egy kis VIM gyakorlatnál azt mondod, hogy szuper, szuper, gyerekek, ennél jobb nincs is a világon. Nem tudod eltolni, csak szövegszerkesztőt használsz, ráadásul kétszer rákérdez, hogy valóban azt akarod-e csinálni. Azaz itt nincs olyan, hogy véletlenül valamit rosszul csinálsz, mert bent van az összes dupla check, az összes ellenőrzés ezekbe a programokba, hogy nehogy hülyeséget csinálj. Oké. Okay. Megjegyzünk három dolgot. 2.q, kilépés. 2.q felkiáltójel, agresszív kilépés. Még ha szerkesztettél is, és esetleg változtattál is a dolgokon, és a 2.q-ra azt mondja, tesó, hát ez bizony már szerkesztett, hát most itt mi a szözt akarsz te velem csinálni, lépjek ki, vagy egyéb, nem. A 2.q felkiáltójel agresszív kilépés, mentés nélküli kilépés, tehát igazából nem csináltunk semmit. A 2.w a write, a kiiratás, ez nagyon fontos dolog menet közben, jó sokszor kell ütlegelni, természetesen előtte az esc-et megnyomod, hogy visszakerül normál módba, és akkor kiírja, menti azt a fájt számodra, még nem írja át, a fájneveket csak lementi, tehát ha sokat szeretnél, hát hogy is mondjam, szerkeszteni, és úgy menet közben, hát mentéseket szeretnél csinálni, akkor a W mentés az nagyon jó dolog, és természetesen össze lehet itt vonni mindent, 2.WQ, és akkor adja azt a panelt, amit láttatok, és utána megint megmondod neki, hogy bizony, én valóban ezt szeretném, és akkor megint megkérdezi, valóban, enter, és ki is léptünk, és át is írta, szuper! Oké, lépjünk ki szabályosan a fájkezelőnkből 2.q. Itt alul lehet látni, ez a parancsori rész, itten bizony kiléptetjük magunkat rendesen. És lehet látni az összes olyan dolgot, amit előtte végeztettünk vele, az szépen felsorolja a terminálba, elvégzi a feladatot, hiszen a háttérbe futó terminálba végzi el a feladatokat. Most csinálunk egy másik gondolatot, ha véletlenül te úgy érzed, hogy ez a VIM-es megoldás, hát az ördögtől való, meg te aztán hordbiztos, hogy ebben nem akarsz foglalkozni, hogyan tudod megoldani azt a problémát, amit úgy hívunk, hogy VIM iszony. Hát bizony sokan iszonyodnak tőle, hát ez a Ranger elég intelligens ahhoz, hogy ez az átirogatásos, átnevezéses, file átnevezéses dolgokat be tudja rakni más szövegszerkesztőbe is az adott, megadott parancsal. A megoldás nagyon egyszerű. A Ranger indítása előtt beírod, hogy export, editor, kötőjel a te általad kiválasztott kedvenc, parancsoros, terminálos szövegszerkesztőd. Én az az igazság, hogy nem próbálkoztam azzal, hogy megadjak itt grafikus felületű eszközt, inkább nem erőltetném rá, mondjuk a akármelyik szövegszerkesztőt, a nanót fogjuk használni, illetve tesztként kipróbáljuk, hogy a nanóval működik-e. Hát bizony, export, editor, kötője, nanó. Ráütünk, nem történik semmi, elteszi az agyába, hogyha valaki az editor nevű változót hívja meg, akkor ő be fogja neki mondani, hogy az editor, kérem, ennél a parancsmenetnél, ennél a futamnál bizony a nano nevű eszköz. Hát akkor indítsuk el is a Ranger-t, és elindítjuk, és semmi nem változott, hiszen elindult a Ranger-ünk, lemegyünk a tesztkönyvtárba, kijelöljük mondjuk ezt, és ez. Az összes, 2.pont és bulk, rename, és ennyi space-szel. Kijelöljük, beírjuk, hogy bulk és tab, és ennyi. És mit látunk? Nem a szörnyűséges ördögtől való, nem az, csak sokan félnek tőle, VIM-et, hanem a kedvenc nanunkat látjuk ugyanilyen erővel természetesen
be tudnád érni az MC Editet is, vagy ami éppen a kedvenced, de hogyha rám hallgatok, és többször szeretnétek ilyen furább dolgokat, mint terminálós szövegszerkesztés, vagy terminálós fájkezelőt használni, ami VIM-re épül, akkor bizony a VIM kulcskötéseket, használatot érdemes megtanulni, nem szükséged lehet rá. Na, mindegy. Oké, ezt szépen átirogatjuk, ide beírunk egy Y-t, és kiratjuk Ctrl-O-val, kiratjuk, mentjük, biztos, ami biztos, és akkor Ctrl-X, és rákérdez dupla csekkel, bizony ezt akarom csinálni, megfelel neked, igen, hát az MV, tehát átnevezéses mozgatás és parancs, paramétere ugyanaz, és ezt szeretnénk elvégezni, és ráütünk a kilépésre, kiiratjuk a puffert, igen, kiiratjuk a puffert, és végeztünk is, és elvégezte, lehet látni a átnevezést, és Enterrel visszalépünk, és látjuk, hogy ugyanúgy működik. Ezért is jó a Ranger, mert ezt meg tudjuk csinálni, nem mindegyik terminálos, VIM-re épülő eszköz engedélyezi, van amelyik heroltot kap attól, hanem a VIM-mel akarod a tömeges átnevezést elvégezni, hát bizony azért ez így kényelmesebb. Tipp, menjetek fel a Ranger oldalára, keressétek meg azt a parancsort, azt a parancsot, azt az átírást, amivel meg tudjátok oldani, nagyon egyszerűen, hogy a CV parancssal, átnevezés parancssal, bizony ő eldöntse, hogy egy darab kijelölve, vagy sok van kijelölve, és akkor a szövegszerkesztőt kell elindítani, vagy itt alul szeretnéd az adott fájlt csak éppen átnevezni. Hát ennyit szántam a mai napra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nagyot haladtunk, tudunk törölni. Na, ügyesek vagyunk, tudunk másolni, tudunk mozgatni, tudunk egy fájt és több fájt átnevezni. Ez alapvetően nem nagy dolognak tűnik, de a fájkezelés 90%-a ez. Nem más. Gyakorlatilag fájlokat létrehozunk, törlünk, ide-oda rakosgatunk. Ez a fájkezelő feladata. Meg a többiről majd később igákben beszélni fogok, de ezt gyakoroljátok be, és akkor gyorsan és hatékonyan fogtok tudni dolgozni. És ne felejtsétek, nem az egészet mutattam be, minden feladatra egy vagy két megoldást mutattam be, azon kívül rengeteg megoldás van, rengeteg olyan gondolat van, rengeteg olyan tip, trükk van az interneten, vagy jössz rá ezekre, amik megkönnyítik a feladat elvégzését, másképp is meg lehet mindent csinálni, hiszen, ahogy beszéltünk róla, akár a VIM rendszerű billentyűket ütögetünk, DD-ket ütögetünk, vagy a Norton Commander-es F8-at ütögetünk, vagy esetleg ugyanazt ide beírjuk parancsszerűen, vagy esetleg terminált is meghívhatunk, hogyha éppen olyanunk van, terminálos shell parancsal is átnevezhetjük, átmozgathatjuk, átírhatjuk a dolgokat. De vegyétek észre, sokkal egyszerűbb megoldás, amiket mutogattam. Például a tömeges, több könyvtárból való kimásolás, kimozgatás, kitörlés. Sokkal egyszerűbb ezzel a programmal, mint mondjuk egy grafikus programmal. És azt kell mondanom, és lehet, hogy most a gurok nagyon csúnyán néznek rám, sokkal egyszerűbb, mint parancsorból. Gondoljatok vele, hogy ilyen C1, C2, C3 elnevezésű fájlokat, hát azért hát meg lehet oldani, hogy tömegesen kitöröljük, mert valamilyen reguláris helyettesítésekkel meg tudjátok oldani. De esetleg, hogyha olyan van, hogy 60 féle össze nem illő nevű, tehát nincs olyan lehetőség, hogy regexperteket írsz rá, vagy valami mintát találsz benne, 60 könyvtárból kell kitörölni, azért ez a megoldás villámgyors, és igazából kényelmesebb, mint állandóan gépelgetni, vagy grafikus felületen ide-oda száguldozni. Köszi szépen, sziasztok!